Fehér Márton, Marci, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hallgatója vendégem. Szia Marci, Isten hozott, szép reggelt. Jó reggelt. Hát a kedves néző nem is tippelnének, hogy mi hogyan találkoztunk, mert hogy mi együtt jártunk át egy nagyon rövid ideig, mindketten a Szent Angéla gimnáziumba, de aztán a Szentmisén a Margit körúton, ami hát neked mondhatni, hogy második otthonod? Túlzás lenne azt állítani? Kicsit túlzás lenne, de... Kicsit túlzás lenne, de azért minden héten megfordulsz. Igen, azért elég fontos hely nekem az is. Mindenesetre átnéztem a padba, és mondtam, hogy Fehér Márton, de jó lenne behívni egy beszélgetésre itt. Mert hogy rengeteg helyen szolgálsz, rengeteg közösségnek a tagja vagy. Mielőtt elmondjuk, mik ezek a közösségek, talán egy kicsit arról beszéljünk, hogy említsük meg, hogy te milyen családból jöttél. Hát én egy, ki gondolta volna, katolikus családból jöttem. Nekem igazából minden családtagom katolikus, és hát a szüleimmel elég fontosnak tartjuk a hit életünket, és ezért nekem úgymond könnyű volt ebbe így belenőni. Meg volt az a biztos alap, az a stabil alap. Igen. Azért minden katolikus keresztény életében azért van egy olyan, hogy az én életemben biztosan, hát legalább 14 éves koromig tuti, tehát addig nekem a hit az egy ilyen kis valami volt, igen, nem nagyon tudtam, nem nagyon értettem. Neked volt ilyen pillanat, ami egy ilyen áttörést jelentett? Volt, viszont én egy kicsit furának tartom, vagy ilyen hogy is mondjam, egyedinek. Egyedinek, igen, igen, azt, igen. Hogy nekem ez egy elég rövid időszak volt, amikor ez egy kérdés volt bennem, hogy mégis Istennek, hogy hogyan kéne kapcsolódni, tényleg létezik-e. Én ezt leginkább a szüleimnek köszönhetem szerintem. Hát akkor már kezdetektől fogva meg volt egyfajta személyes kapcsolat, ami talán azért kevesünknek van meg eleinte. Igen. Igen. Akkor nem csak az volt, hogy valaki távol, hanem akkor tényleg valaki közel. Igen. És akkor az első ilyen közösség vagy mozgalom, aminek te része voltál? Ez a Focolare mozgalom volt, igen. És akkor az hány éves koromtól kezdve? Hát szerintem olyan 3 éves korunktól kezdve már a bátyámmal tagjai voltunk. A szüleim is már házasként, apukám már fiatalként tagja volt, és akkor így adta magát, hogy mi is csatlakoztunk a közösséghez ilyen kiskorunkban. Ilyen, ugye, hárman vagytok testvérek, itt pont az adás előtt említetted nekem, te vagy a középső, hogyha minden igaz. Igen. Amikor egy ilyen kis mozgalomba találod magadat 3 évesen, hát azt gondolnád, hogy ez a lehető legtermészetesebb dolog. Amikor az iskolában, nem tudom, te is egyben az Angélába kezdted el. Igen. Igen. Hogy ott ez normális volt egyébként? Hogy akkor mindenkinek közösségben vannak szülei, közösségben nősz fel? Vagy azért volt valamilyen nézés, hogy hoppá, azért nekem itt van valamilyen plusz? Nem, hát volt ez a plusz érzés. Kicsit inkább azt éreztem, hogy én így kilógok a sorból azzal, hogy nálunk ez ilyen komolyan van éve, meg hogy közösségbe járunk. Az osztálytársaim nagy részéről szerintem ez nem volt elmondható. Az tényleg rendkívüli, meg elég mondhatni ritka, hogy valaki ennyi mindenben, ilyen fiatal kora óta, kisgyermekkora óta részt vesz különböző programokban, közösségek életébe. Ezt te miért tartod így személyesen fontos? Mi az, amit megtapasztalták egy közösségben, ami így kezdve folyamatosan arra buzdít téged, hogy részt vegyél a közösségi életben, szolgáljál? Nekem nagyon sokat adott az, hogy olyan emberek vesznek körül, akikkel tudok Istenről beszélni, vagy a hitemről, ahol ez fontosnak számít, és így kevésbé van meg az a lehetőség, hogy így kiessek ebből a dologból. Hogyha jön egy mélypont, akkor van egy közösség, ami így bent tart az imádságban, és buzdítanak, és velem vannak. Tehát akkor Focolare mozgalom 3 évesen, utána mi volt a következő stádium, stáció az életedben? A következő közösség, amiben csatlakoztam, az már elég későn volt. 7. koromban lettem cserkész. A Piarista gimnáziumnak a cserkész csapatába kezdtem el akkor járni. És aztán ott lettem őrsvezető is később. És akkor cserkészet volt, ez a cserkészet, ugye itt cserkészet külföldön, itt Magyarországon azért van egy elég erős keresztény vonala a cserkészetnek.
azért külföldön, emlékszem, amikor beszélgettem arról, hogy hát igen, itt cserkészet, Magyarország segítenek a kongresszusra, mindenki így a cserkészek, hát ez, azt hitték, hogy ez egy világi szervezet, pedig hát nagyon is van egy keresztény oldala. Ezt is volt egyébként szerencséd megtapasztalni? Igen, igen, és igen, volt sokszor a vezetők, vezetőkön keresztül, és ez is egy jó érzés volt, hogy akkor megint egy olyan közösségben vagyok, ahol ez egy fontos dolog. Ugye mondtad, hogy hát neked ez egy rövid időszak volt, amikor kvázi kételkedtő, nem bizonytalan voltál a te kapcsolatodban. Azért az a pillanat, amikor valaki kilép, és azt mondja, hogy na, akkor én eddig kaptam, továbbra is nyilvánvalóan szükségem van feltöltődésre, de most már sokkal inkább adni szeretnék. Az a pillanat szerinted hány évesen jött el? Szerintem 17-18 éves korom környékén kezdtem el azt érezni, hogy most már nagyon sokat kaptam, és ideje lenne kicsit visszaadni is a többieknek. Voltak olyan személyek az életedben, akinek esetleg a példáját látva ez így egyre erősödött benned? Ilyen konkrét embert nem igazán tudnék kiemelni most. És akkor ezek szerint akkor nem volt egy ilyen személy, de valahogy mégis megszületett benned ez a szolgálat. Igen, igen. Talán a Korát Lumen Christi közösségben láttam ezt a fajta szolgálatot mások felé, így a hiten keresztül, vagy a hit életben, és ez fogott meg leginkább. Aminek most ugye itt a keresztét is hordanak a Korát, éppen próbáltak kitalálni, akkor ez a Korát Lumenes kereszt, de akkor ez a Korát Lumenes kereszt. Igen. A karizmatikus megújulás kapcsán szerintem sokunkban most már talán egyébként egyre kevésbé, itt talán a nézőink nagyon is tudják, hogy mi az a karizmatikus, mi az a karizmatikus megújulás. De azért régebben volt egy ilyen, fuha, hát ez nekem nagyon idegen, ez nekem nagyon fura. És nem tudom, hogy neked például a legelején, mert neked például milyen volt akár a Korát Lumenben, Korát Lumennel egyébként hogyan találkoztál? A szüleim vittek el egyszer egy szentségimádásra, és nekem is nagyon hasonló élményem volt, mint nekik az első ilyen alkalommal. Így beültem, és így csak így néztem, hogy ezek az emberek, akik itt így gitárt karokkal csápolnak, meg énekelnek folyamatosan, és hogy azt gondoltam, hogy én majd beülök ide, és akkor itt csöndben elimádkozgatok magamban. Hát nem igazán az történt. De aztán később mikor a második alkalommal ott voltam, akkor már nagyon, nagyon megfogott. Könnyű volt egyébként akár elkezdeni csatlakozni ebbe a közösségbe, a karizmatikus vonalba, vagy te neked is? Mert ugye a karizmatikusságnak ez az egész, hát erről szoktuk a karizmatikusoknak a nagy névjegye, talán csúnyán mondom, pedig hát azért ennél jóval több maga a karizmatikusság, hogy ugye kitárt karokkal zenélnek, stb. Neked ott volt valami olyan élmény, egy ilyen szent lelkes élmény, ami akár a szent lélek átjárta a szívedet, vagy erről kicsit tudsz beszélni esetleg? Igen, igen, a Korát Lumenes szentségimádásokon szokott lenni közben járó ima, és az egyik első alkalommal, amikor ott voltam, hozzám is oda jött egy ilyen imádkozó pár, és amikor ők imádkoztak értem, akkor éreztem nagyon erősen azt, hogy most valami megérint valaki, most így kifejezi azt, hogy ő nagyon szeret. Hát azt hiszem mindenkinek így szokott eljönni az Isten, hogy megmutatja, hogy nagyon szeret. Korát Lumen, és aztán ott 17 évesen kezdted komolyabban szolgálni. Ezek egyfajta újfajta szolgálat volt neked akkor a zenekar is, a Bonnergész zenekar, ugye? Igen, igen. Ott korábban is már énekeltél? Mert te gitározol és énekelsz is egyben. Igen, hát korábban nem énekeltem külön. Ez a fogalom így kevésbé létezik így a zenekarban. Amikor 18 éves voltam, akkor léptem be így a zenekarba, és akkor kezdtem el ugye gitározni. Ugye ez a kedves nézők valószínűleg alatt, mert szoktak ide bejönni hozzánk a zenekar többi tagja is, de ugye ez a Margit körúti zenekar. Az például milyen volt neked, hogy ez tényleg fiatalon, 17-18 évesen, én azért emlékszem, hogy eleinte egyrészt volt bennem egy hihetetlen nagy lelkesedés, de azért a korosztályon felé volt egy ilyen elég erőteljes tartás, meg szerintem mindannyiunkban, még talán a mai napig is van, hogy
hogy fú, hát ők majd mit gondolnak rólam, vagy hogy nem vagyok-e képmutató, vagy elég hiteles tudok-e lenni. Neked az milyen volt, amikor már mások is látták azt, hogy szolgálsz, amikor már nem csak az volt, hogy akkor te kapsz kvázi csendben, vagy hogy suli után felpattansz a buszra, és akkor irány a közösség, de hogy igazából nem nagyon tud más róla, vagy talán egy-két barátod, hanem hogy onnantól kezdve már mások is látták azt, hogy te szolgálsz. Igen, hát én sokszor próbáltam ettől így elvonatkoztatni, és arra figyelni, hogy én most Isten felé szolgálok, és neki éneklek, és olyankor szintén elég erős ilyen Isten élményeim voltak, ha szabad így mondani. Hogyne. És aztán később kezdtem el azon gondolkozni, hogy most mégis hogyan van ez a többi ismerősömmel, hogy ki az, aki ebben inkább képmutatást lát, vagy hogy mennyire hiteles is az, hogy én ott zenélek. Akkor kvázi megkérdezte másokat, hogy ők mit gondolnak akár a te hitelességedről, a te zenélésedről? Hát így burkoltam. Burkoltam. Inkább. Igen. Itt a beszélgetés előtt nézzük, a várakozókat láthattak, vagy talán lehet, hogy mi nem láthattak, de mindesetre azt a kis, amikor beszélgettünk telefonon, akkor mondtad, hogy számodra a Maximilian Kolbének az idézete az, hogy szeretteim, minden egyes bukás legyen számunkra egy kis lépés a tökéletesség magasabb foka felé. Ugye ez számodra egy elég közelálló idézet. Mi az, ami megfogott ebben téged? Sokan úgy értem a környezetemben a bukásokat, ilyen kudarcokat inkább negatív dologként élik meg. Bennem ez kicsit máshogy van, vagy igyekszem máshogy tekinteni ezekre, mert kicsit összeszedve egy kudarc vagy bukás az annak a megnyilvánulása, hogy valami nincsen rendben. És akkor lehet annak örülni, hogy de jó, hogy most ez így látszik, és akkor tudom, ez egy visszajelzés nekem, hogy akkor valamiben változtatni kell, mert hogyha nem jön neki az, hogy most valami nincsen rendben, akkor lehet, hogy aztán úgy élném az életemet, hogy évekkel később is ugyanott tartok. És ez a tökéletesség, ugye itt szerintem a tökéletesség nagyon sokan összekeverik precizmussal, professzionizmussal, ez a bármár ilyen szorongásos tökéletességre való hajlam. Számodra mit jelent a tökéletesség? Számomra valami olyasmit jelent, hogy Istennel tökéletesen megvan az a kapcsolat, hogy én ugyan nem leszek sose tökéletes, de a vele való kapcsolat azzá tud tenni, vagy a tetteimet, azokat meg tudja úgy támogatni, hogy abból a lehető legjobb jöjjön ki. Tulajdonképpen életszentség, szentélyválás. Ez szerintem mindannyiunknak a nagy vágya. Remélem, hogy sokunknak a vágya. Fehér Márton, Marcinak nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk. Én is köszönöm.